A címvédő győri lányok egy vereség, illetve 6 győzelem után utaztak Érdre a bajnokság 8. játéknapján. És már az összecsapás elején jelezték, hogy a Fradi elleni vereség után eszük ágában sincs további pontokat hullajtani az alapszakaszban. A találkozó első találatának ennek ellenére a hazaiak örülhettek. Ám az első játékrészből sokkal több pozitívumot nem is nagyon lehetne kiemelni érdi szempontból, hiszen Szabó Edina tanítványai a vezetőgól után 10 percig képtelenek voltak betalálni a győri kapuba. A Görbic Anita, illetve Eduarda Amorin vezérelte feketemezes bajnokcsapat pedig hengerelt az első félidőben, és már bő negyed óra elteltével 5 gólos előnyre tett szert. 10 perc múlva pedig már 13-5 virított az eredményjelzőn a vendégek javára, a különbség pedig a szünetre sem apadt le, így Görbic látványos húzása után 9-16-tal fordultak a csapatok. Szepesi! Görbic! Ott felhúzta ezt. Erre mondja Pécsi, már szerkesztő kolléga, hogy nincs még egy nő a világon, aki ezt így meg tudná csinálni. A győri lányok a második játékrészben sem vesztettek a lendületükből, míg az érdiek csupán kozmetikázni tudtak a gyakran 10 gólosra is feldúzadó különbségen. Így a találkozó könnyed 31-23-as vendégsikerrel ért véget. A bajnokság 9. fordulójában az Érd Békés Csabára utazik majd, míg a győri Audi Eto KC a Veszprémet fogadja hazai környezetbe.